Ez a másfél év is jól kezdődik, marmogta a tizenharmadik amíg a detektív csuklójára tette a karperecet, és felkérte egyben, hogy ha csak lehetséges, fogja be a száját. Kérem, dűnyögte sértődöttem, mert nem szerette, ha mindenből ilyen nagy ügyet csinálnak. Az egyik detektív közölte vele, hogy ha van pénze, akkor autón is mehetnek a rendőrségre. <laughs> Még mit nem? Színházban ne vigyen magukat? A másik detektív felhívta a figyelmet arra a körülményre, hogy fájdalmas következményekkel jár, ha valakit szájon vágnak, és minek gyűjteni a pofonokat, amikor öreg napjaira e takarékosságának tőkéje aligha jelentheti életének nyugalmas alkonyát. Azután 13. Pács jobbról, balról, karjainál fogva elvezették. Éppen hondulasz fővárosának, Teguci Galpának legnébesebb utcáján végig. Bizonyára csodálja az olvasó, hogy egy bűnözőt azon előzetes számozással említek, mely inkább a királyok neveinek előjárója, nehogy valamelyik uralkodót a hason nevű elődjével összecseréljék. Nem is jó rágondolni, hogy számozás nélkül mi lenne például Franciaországban a néhai lajosokkal. Azért még ne higgyük, hogy 13. Páctivald az alvilág királya volt, az alvilág nem foglalkozik királyválasztással, mivel az alkotmány, továbbá az ezzel kapcsolatos törvényhozás, a jogrend és a közbiztonság szemükben valóságos anarchiát jelent. 13. Pács Tivald, mint a neve is mutatja, könnyen és gyakran került Pácba. Így azután a Pács név mellé elnevezték őt a 13-asnak, amit tudva levőleg szerencsétlen szám. Bizonyára azért, mert kevés. Hogy Tivaldnak miért keresztelték, azt maga sem tudta. Miért keresztelte egy szép hangú, lakatos éppen Tivaldnak a fiát, ez egyike a rejtélyeknek, melyek az eljövendő korok lélekbúváraira várnak. Miben nyilvánult egyébként a 13. Tivald nevű pác bal szerencséje? Éme. Képzeljünk el egy 13. pác Tivaldot, aki a világ legjelesebb kasszafúrója, Bűnügyi szakkörökben őszint elismeréssel ejtik ki a nevét. Minden közeli őrszem úgy keresi, ha említik, mintha sietve gratulálni akarn a pácféle lótusz alakú hidegvágás utól érhetetlen különlegességéhez. Ügyes volt, körültekintő, óvatos, gyors, intelligens és mégis. Mondjuk betör a Trilde és társa cégnél. Gyönyörűen. Elsőrangú munka. Mesés eltávozás. 60 ezer dollár zsákmány. Rövidesen, két óra járásnyira a tett színhelyétől, vidáma fütyűrészik. Erre elüti egy autó. A körülállók ámuldoznak, mert amíg a mentőkocsiba emelik, csak úgy száldosnak a dollárok, mintha jókora négyszögletes leveleket hullajtana az ősz valamelyik útmenti, hervadozó pénzfáról. De nem, a sérült sebéből hullik a pénz. Persze, mire magához tér, ott áll egy nyájas főfelügyelő az ágya mellett, és mosolyogva csóválja a fejét. Ez a pác! A tizenharmadik tivald, ez mindig kifogja a balszerencsét. szerencsét. Közismert, szinte népszerű volt eme balszerencséje miatt. Amikor 13. pánc különösen derült, tavaszi napokon feltette szalmakalapját, alapját, szembe jövő ismerősei visszafordultak és hazasértek a gumikabátjukért, mert ha pácon szalmakalap alap van, akkor rövidesen, túlnyomóan nedves idő várható. 13. párc legfeljebb annyiban különbözött a többi bal szerencsés embertársától, hogy vidám volt. Kóborolt a világban, és röhögött a saját bal szerencséjén. Az volt a jelszava, hogy Fütyülök rám. Azt is mondta néha a kaján kár örömmel, hogy úgy kell nekem, minek jöttem a világra. Lassanként felhagyott a kasszafúrással, csak ritkán és különlegesen alkalmasnak látszó esetekben kezdett munkába. De hogy lehet számára különlegesen alkalmas eset? A bal szerencse a legjobb lehetőséget is börtönnel fejezteti be. Viszont a szerencse a legsötétebb pillanatokban is váratlanul segítségére siet a kasszafúrónak. Az utóbbi eset 13. pásztival előtt ismeretlen volt. Így lett a legkiválóbb kasszafúró lassanként hobóvá. Egy-egy jó tréfát, egy-egy jó sikerült ökölcsapást többre tartott mindennél hogy időnként valamelyik nagyvárosban a hobó kasszafúró lett, majd a büntetés letöltése után ismét hobóvá vált, ez érdekesen tarkította életét. Negyvenen túl, deresedő fejjel, vidáman járta a világot, a börtönöket, és tudta, hogy mindenben bal van. Ezért ismerték úgy az alvilágban, mint 13. Pác Tivaldot a Pencroft vezeték név már előtte is homályos volt. Hondurasban néhány kisebb-nagyobb munka terhelte a lelkismeretét, ezért most a várható büntetésről és bűneiről hevenyészet nyersmérleget csinált, miközben a két detektív karjainál fogva vezette. Legfeljebb két esetet bizonyítanak rá, és mondjuk vadalkárnál azt a harmadikat. A Marló esetet megúszta. Nem is gondolják, hogy 13. pác munkája. Ez nem az ő stílusa volt ugyanis az átkozott emlékű legendás zsákmány Marloéknál besurranással kezdődött, és ez nem van rá. Később csodás hidegvágás útján sikerült kiemelni a páncélszekrényből a hondurasi társaságokban annyira csodált marlóféle családi brilliánsokat, de a besurranás szépség ez mit sem változtat. És utóbb sem ütötte el jármű. Az alvilág úgy vélte, hogy Valdot ilyen zsákmány alapján trónfosztottnak tekintheti. Kézenfekvő feltevés. A bal szerencse olyan, mint a szerelmes nő. Semmi köze az észszerűséghez. Olykor látszólag minden észszerűség ellenére csatlakozik valakihez, de épp úgy elhagyja minden konstatálható ok nélkül egyik pillanatról a másikra. Ám ez esetben az alvilág közvéleménye tévedett. Soha nagyobb bal szerencsét ne kívánjunk embertársainknak, mint 13. Páczti Valdét az említett zsákmányjal kapcsolatban. Kiderült, hogy a márló ékszerek hamisak. Ez csak akkor lett nyilvánvaló, amikor a tettes barátja és üzletfele, művészi Mánuel megnézte a gyémántokat. Művészi Mánuel műfordító volt és eszéista. Ezen felül történelmi színműveket írt, továbbá szépen virágzó orgazdaságot vezetett a külvárosban. Művészi Mánuel tája sok tekintetben emlékeztetett az úgynevezett farmokra. Ott is a föld megművelése adta a legtöbb munkát. Itt eltulajdonított zsebórák, nemesfémből készült evőeszközök, napóleon aranyak és ezüst gyertyatartók kerültek vetéskor a földbe. E farmon a gazda egymaga végezte a mezei munkát, és jaj lett volna annak, aki ásatást rendez és a kertben. Itt már megtörtént a közmondás, hogy valaki vermet ásott, és maga esett bele, és ott is maradt, végleg. Művészi Manuel egy hatalmas páncélszekrény közelében naposszat bírált mindenfélét. Zsebórákat, színműveket, gyémántot, perzsaszőnyeget, balladákat, japáni porcelánokat, francia végjátékokat, svájci órákat és orosz írókat. Hihetetlenül lelkes, idealistához illő műbecsléssel értékelte nagy írók alkotásait, viszont emelkedett szellemhez méltó megvetéssel nyilatkozott egészen nagyértékű drágakövekről is. Lenézte a földi javakat drámai gunnyal közölt egy remek platina karóráról, hogy Byron bármelyik a többet ér, és különben is rossz az ütőszerkezete, nem Byroné. Az egész vacakért, kizárólag Dostoyevsky kedvéért, aki emelkedett hangulatba hozta, hajlandó 150 dollárt adni. Persze. Más kérdés, hogy mi lett volna, ha a művészet feletti elragadtatását is készpénzben kellett volna nyilvánítania. Na jó, kérem. Akkor hagyjuk ki a játékból művészi Mánuelt, mert nem tudjuk, milyen sors várna Beethovenre és Götére, ha az emberek kizárólag készpénzben fejezhetnék ki a művészek iránti elismerésüket. Nincs kizárva, hogy Beethoven nevét ma senki sem ismerné, és Gőte, mint halhatatlan államminiszter pihenne, teljesen elfeledve. Az vesse hát az első követ művészi manuelre aki az első önként odadobott aranypénzt vetni a múzsáknak, ha elismerését másképp nem lehet neki fejezni. Művészi Mánoelhez vitte a kasszafúró a legendás márló ékszereket. A vénbecslő nyersen kacagott, mint egy sátán, vagy még inkább, mint egy vidéki szintársulat intrikusa, amikor a márló ékszereket megpillantotta. Közölte 13. párt hogy a fejék, a nyakék és valamennyi ég között itt az asztalon egyetlen valódi ég van szerinte, a pettes, mellesleg ott heverő feszítővasa. A többi ég értéktelen, hamis égszer. Olyan hamis, hogy hamisabb már nem is lehetne. Mit lehet itt tenni? Gondolt egyet a kasszafúró, és elküldte a csillogó lomot elvált feleségének, aki New Yorkban azóta régen férjhez ment, és vidéken él, gyermeke lett, és újabban özvegy volt. A 13. pásztival dal változatlanul levelezett. Majd a gyerek eljátszódezik a hamis ékszerekkel. Megs később írt, hogy az ékszereket emlékül megőrzi egy régi ruhás a padláson, de a kislánynak nem adja a kezébe, mert a gyerek megkarcolja magát a foglalat élén igazi játékszer nem lehet éles. Tehát még játékszernek is hamis. Ilyen előzmények után tűrni kellett Páctivaldnak, hogy a lapok elefántá fújják a hihetetlen ékszerrablást, és hogy ezek a jellemükből teljesen kivetközött márlók világáhencegik vagyonukat, úgy állítva be a hitvány üvegholmit, hogy a leírás hallatára a legendás értékű kék gyémántok elzöldültek a sárga iricségtől. Ezekkel gondolkozott, míg a detektívek között haladt. De merre vezetik a detektívek? Erre nincs semmiféle főkapitányság. Megállt. Á, gyerünk! Ne lögdössön! Hát, miért lögdös? Hová visznek? A kerületbe. Most egy szürke ház elé érnek. Ezek micsoda? Minek állnak meg itt? Pác a kerületi kapitánságot is ismerte, ez nem az. <laughs> Én ide nem megyek, ez nem rendőrségi épület, és nem fejezhette be, mert egy lökéssel a kapu alá továbbították. <laughs> Hisz ezek nem rendőrök, szélhámosság, csak a kezét mozdíthatná. De bilincsben volt. Egy újabb lökés után valami pincébe gurult. Lefelé zuhant néhány lépcső magasságából, és betört az orra. <laughs> Most mi van? feltápászkodott. Körülötte vaksötétség, néhány lába és hordó. A kalapja közben lerepült, és most nem találja. Csodálkozva látta, hogy valahol fent egy homályos ablak van, és járókelők léptei kopognak. Ho, oh, -ho hisz ez az utca? Elindult. Maradjon ott, ahol van, szólt egy hang a sötétben. Ha életjelt akar adni, szívesen elszaladok a legközelebbi rendőrposztért. Inkább maradt. Ki beszél? Semmi köze hozzá. Miért fogtak el, hogy idehozzák? Miért bilincseltek meg, hogy ne tudja a kezét mozgatni? De ez csak lélektani hatás. Ha egy kicsit széthúzza a karperecet, nyomban lehull. Nincs bezárva. Jé, hiszen amint mozdítja a kezét, a karperec leesik, mint valami csokorra kötött pántika. Micsoda szuggesztív hatalma van a törvénynek. Az ember egy presztízzel zárt békjóban is tehetetlen. A másik azután nem szólt semmit. De 13. pác egy alkalommal oda hozzá, és fenyegetően hadonászott előtte, mire egy pofon hullott rá sötétből, spác könnyed szaltóval távoli ládák és hordók közé hullott. Miféle szélhámosságot terveznek vele? az ugyebár nevetséges volna, ha ő segítségért és rendőrért kiáltozna. Hely, vannak az életben furcsa helyzetek vele jogtalanság történt. Személyes szabadságában korlátozták, továbbá könnyű testi sértésben részesítették, amire egyébként még visszatér, ha a pasassal szembe kerül. De például, miért lehet őt, 13. Pászti Valdot bántalmazni és elzárni olyan módon, hogy a legelső rendőr meghalhatná a pinceablakon át az ordítást, és ő nem ordíthat? Az ő helyzetében most minden ember ordíthatna. Kéne valami törvény, gondolta, hogy ott kuporgott, amely szerint bűnözők ne bűnhődhessenek másért, csak a bűnökért. Hogy a rendőr, aki őt innen kiszabadítja, ne vihesse azonnal a rendőrségre. Mivel ilyen törvény tudtával nem volt, elhatározta, hogy aludni fog, és szépen kitapogat magának egy fekvőhelyi terepet a ládán közt. A következő pillanatban a közvetlen szomszédságában egy merev, jéghideg testet érintett meg. Jó, ja, mi az? Halott. Egy mezítelen halott hever a földön. Uram, szólt az ismeretlen felé, itt egy hulla van. Tudok róla, én tettem oda. Ki ez? És miért halt meg? Legyen szíves, és foglalkozzék a saját halottaival. Azt hagyja ott békében nyugodni. Ezzel a higgadt és aljas idegen cigarettára gyújtott. 13. pác búsan ült egy alacsony ládán a halott szomszédságában. Ez kínos. Kisebb szabadságvesztései között itt valami nagyobb ügybe keveredhet. Közben arra gondolt, hogy régi tervét kellett volna megvalósítania. Legjobb barátja művészi Mánuel hatalmas pénzszekrényének megfúrását. Megjegyzem, ez a páctivald kitűnő cimbora volt. Jól tudta, mi a betyár becsület. Művészi Mánuel kifosztását azonban barátságuk ellenére helyesnek vérte. És vonzotta az a hatalmas páncészekrény, és vonzotta, hogy megbüntesse művészi Mánuelt, aki kedvenc íróira való hivatkozással hihetetlenül olcsó áron vásárolta meg a bűnözők súlyos kockázattal szerzett zsákmányát. Minden bal szerencséje ellenére éppen ezzel a szándékkal indult el. Volt egy cinkosa, aki különböző értéktárgyakkal felkereste volna a művészi Mánuelt, hogy aztán elkábítsa Klóretillel. Az alvó művészi Mánuelt megfelelő csomaggá gyömöszölték volna, majd ő felvette volna a párharcot a világhírű pénzszekrénnyel. Minden egyezett, amikor megjelent ez a két detektív. Mondja, uram, szólt a távoli hanyagidegenhez. Nem adna nekem egy cigarettát? Hol van? Az ön tulajdonát képező tetem mellett ülök egy ládán. Jöjjön óvatosan ide. Odatén fergett a sötétben a hang irányába, átvette egy cigarettát. Nagy kedve volna lekenni egy frászt, ezt azonban, szinte ellenállhatatlan vágyát leküzdve, mégsem tette. Az öngyújtó lobbanásánál egy arcot pillantott meg. A tetem tulajdonost, akinek egy saját halottja van itt a pincében, és erről úgy beszél, mint pásztor a nyájáról az önnyújtó fényénél kisé ilyetten konstatálta, hogy az indolens idegen arca ismerős előtte. Látta már valahol, vagy, vagy nem is, az erdekbe. Az erdekbe. Ez az ember, ő rá hasonlít. Aha, ja! maga hasonlít rám. Hülye vagyok. Erőszak kapafoszkodni akar itt. Figyelmeztetem, hogy ebben a szakmában egészen elsőrangú vagyok. Az iménti pofon alapján magára bízom a vélekedést. kénytelen vagyok óvatosnak lenni, felelte Pác, 13. Tivad. Remélem, más alkalommal akadálytalanul felpofozhatom. Most inkább azt szeretném tudni, hogy miféle aljasság ez az egész. Készséggel felvilágosítom. A pince egy titkos hullaraktár. Részemről felügyelek a tetemekre, mert minden elsőjén romancsolás van akar maga is közéjük tartozni? Ez mindössze még egy kérdésébe kerül. 13. pásztival nem is felelt az alantas úratásra. Visszament a pince mélyébe, leült, és egy nótát dútolt magában. Közben aggasztó helyzete ellenére elaludt. Mivel megszokta balsósát, mint ahogy a búvár bizonyos idő után nem érzi a víznyomását. Hajnalban felébredt. Már dereng és valaki éppen piszmogva megy az ajtó felé. No, most világos van. Ez most meglépne, persze, gondolta pác, és átugorva néhány ládát rárivalt. Hé, hey, mutassa magát, ha már pofon ütött! Kiáltja, és ott terem egy ugrással, de borzasztó csodálkozására egy rémült öreg asszony ott. Az idős nő égre-földre esküszik, hogy hozzá sem nyújt Páczhoz, csak elküldött rendőrért, mert látta, hogy itt alszik. És már jön a rendőr! 13. pác ekkor egy elkeseredett ugrással mégis kintermett a kapun, és rohant, rohant, ahogy csak a lába bírta, még végül is egy üres telken, egy örbódé fekhelyére lihegve leroskadt. A rendőrségi riadóautók egymás után robogtak el, égtelenül tülkölve mellette.